Joe Biden és Donald Trump is a csütörtöki napon az amerikai-mexikói határhoz látogat. Ez mindenképpen egy fontos esemény lehet az idén össze megrendezett amerikai elnökválasztás fényében. Mire számíthatunk igazából ettől a látogatástól? Az, hogy ez a két fél egy napon ide látogat, az mindenképpen egy nagy volumenű esemény. Ez valóban szokatlan, hogy mind a ketten egyszerre a határa látogassanak. Azt ugye hosszú-hosszú évek óta tudjuk, hogy Donald Trumpnak a migrációs válság, vagy a hívjuk határválságnak az egyik legfontosabb választási témája. Ugye ezen a platformon nyerte meg az elnök választást 2016-ban, és az ő bevándorlás politikájára való reakció vezetett a Joe Biden nevével fémjelzett, megengedő, úgy is mondhatnánk, hogy nyitott kap bevándorlás politikának. Csak ugye az a probléma, hogy az elmúlt, hát most már több mint három évben, mióta Joe Biden ül a Fehérházban, azóta ez egy soha nem látott, most már bizonyos szempontokból globális migrációs válsággá terebélyesedett, és Joe Bidennek ez a legnagyobb politikai problémája. Tehát, hogyha a különböző ügyekhez kapcsolódó közvéleménykutatásokat nézzük, amik tradicionálisan mindig érdeklik az amerikai választókat, mondjuk gazdaság, infláció, egészségügy, közbiztonság, a migráció, akkor azt látjuk, hogy a migrációs politika az, ahol Joe Biden a lehető legrosszabb értékelést kapja. A migrációs politikában az amerikai választók, és itt nem csak a republikánusokra gondolok, hanem a függetlenekre és a demokratákra, tehát hogyha az egész választói szegmest, vagy az egész választói társadalom keresztmetszetét nézzük, azt látjuk, hogy túlnyomó többségben, több mint kétharmados többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy Joe Biden és Donald Trump közül Donald Trump az, aki a migrációt jobban tudja kezelni. Épp ezért, mondjuk, Joe Biden is rájött arra már egy néhány hónappal ezelőtt, hogy muszáj foglalkozni a migrációval, és valószínűleg az, hogy a határa látogat, az egy, az egy beismerés a részéről, hogy igenis látja, hogy itt probléma van, és hogy foglalkozni akar ezzel a problémával. És még egy dolog, hogy ugye az elmúlt hetekben egy nagyon erős kommunikációs váltást vehettünk észre a Fehérház részéről, amikor Joe Biden-től ilyen nyilatkozatokat hallottunk erről a kompromisszumos kétpárti bevándorlásügyi reformtervezetről, hogy azt kérte a Joe Biden, hogy fogadja el a kongresszus, és akkor ő lezárja a határt. Tehát az, hogy egy demokrata politikus ezt mondja, hogy és akkor én lezárom a határt, az azért nagyon szokatlan. Igazából fontos lenne akkor talán arról is beszélni, hogy mi vezetett eddig a pontink, hogy egy demokrata politikus így fogalmazzon. Attól függetlenül, hogy neki mondjuk a politikája inkább ezt a nyitott kapu vonalat képviseli, azért ez tényleg egy nagyobb problémává dagadt. Mi történt igazából tényleg a mexikói határnál? Hogyan nem tudták igazából kordában tartani ezt a problémát? És hogyha kicsit is számszerűen is kéne beszélni, akkor mekkora mértékű migrációról beszélünk, amely ezt a problémát kiváltotta? Megfordítanám a kérdést. Én inkább úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy egy demokrata politikus Ennyire liberális bevándorláspolitikát csinált, mint a Joe Biden, ugyanis ez nem mindig volt így. Barack Obama ugyancsak hogy a demokrata elnöknek alatt toloncolták ki a legtöbb illegális bevándorlót. Tradicionálisan, és amikor azt mondom, hogy tradicionálisan, akkor mondjuk 15-20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt a demokraták voltak az, akik szigorú bevándorláspolitikát követeltek. Miért? A munkásosztály védelme miatt. És a republikánusok voltak azok, akik, tehát a szűke bevándorláspolitikáról beszélek, liberális bevándorláspolitikát akartak a leszéfer kapitalizmus alapján. Tehát az Egyesült Államok történetében például az illegális bevándorlók egyszer kaptak amnestiát, ezt az amnestiát Ronald Reagan írta alá, republikánus elnök. Hogy terebélyesedett ez a válság ilyen hatalmassá? Onnan indultunk, hogy ez körülbelül 10-12 éve kezdődött az a tendencia, hogy nem Mexikóból, hanem Közép-Amerika északi háromszögének országaiból lesz Honduras, Salvador és Guatemala. Nem egyedülálló férfiak kezdtek érkezni az Egyesült Államok déli határához, hanem családok és kísérő nélküli gyerekek. A családokat és a kísérő nélküli gyermekeket az Egyesült Államoknak olyan a jogi környezete, nem lehet csak úgy visszafordítani a határon, be kell őket engedni az országba, nem lehet őket korlátozni. Ideig fogva tartani. Teljesen egyszerűen ezt mondják a jogszabályok. Egy idő után szabadon kell őket engedni az országban, amíg várják a menedékkérelmüket és sajnos a bírósági rendszer túl van terhelvez, akár 5 akár tíz év is lehet. Tehát ez volt az a helyzet, amit Donald Trump 2016-ban megkapott, és az ő elnöksége alatt miközben azzal kampányolt, hogy ezt a helyzetet megoldja, a külső tényezők az ő elnöksége alatt is folyamatosan romlottak. És végül a Donald Trumpnak, ami tényleg ami működött, és amivel meg lehet tudta állítani ezt a migrációs válságot, az egy közegűségügyi szabály volt az úgynevezett 42 könyv a COVID-járvány idején, amivel tényleg hermetikusan le tudta zárni a határt. Csak ugye nincs járvány. És a Donald Trump drákói intézkedésének hatására ígérte azt 2020-ban Biden a 2020-as választás idején, hogy ő egy humánus bevándorlás politikát fog folytatni, ezért beiktatásának a napján eltörölte a Donald Trump gyakorlatilag összes intézkedését, ami viszont egy hatalmas, hatalmas lelkesítő tényezőként hatott a migrációs kedre és azóta is a külső tényezők folyamatosan romlanak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy jól lehet a demokraták elkezdtek pont egy éve, kicsit több mint egy éve óvatoskodva szigorítani a bevándorlás politikán. A déli határon olyan egyre romlik a helyzet azért, mert a külső tényezők romlanak. Egyre többen jönnek, és egyre több országból. Ezt az egész dolgot, ami történik a déli határon, négy évvel ezelőtt közép-amerikai migrációs válságnak hívtuk. Ezután 2022 nyarától azt láttuk, hogy elkezdtek mindenhonnan jönni Latin-Amerikából. Nem csak Honduras, Guatemala és Szalvador, hanem mondjuk Venezuelából, Haitiból is. És most pedig azt nézzük, hogy most már tízezrével, százezrével érkeznek évente az emberek a világ minden pontjáról. Tehát amikor, amikor a, a, a nemzetközi sajtóban olyanokat olvas az ember, hogy a spanyol hatóságoknak korlátozniuk kellett a Madridi reptéren a tranzitvízumok kiadását több afrikai országból, mert ezek az afrikai migránsok a Madridi reptéren keresztül repültek Nicaraguába, és Nikaraguából mentek a déli határhoz, akkor az szerintem nagyon jól leírja azt, hogy egy mennyire globálissá vált ez az egész válság. Mennyire éghet mondjuk a demokrata párt, vagy mondjuk Joe Biden nyakára ez a válság az elnökválasztás idei őszi fényében? Igazából mennyire tud mondjuk a a republikánus párt, vagy mondjuk Donald Trump erre kapitalizálni, és mondjuk rámutatni arra, hogy az ő korábbi politikája, ha bár olyan formában nem megismételhető, de lehet, hogy előrébb vezető lenne a jelenlegi helyzetnél. Hát nagyon is, nagyon is rá tud égni a demokratákra, már csak azért, mert itt olyan óriási embertömegről van szó, itt akár vannak olyan napok, amikor megközelíti a tízezer főt, a naponta. A déli határon elfogottak a száma, de átlagosan ilyen 7-8-9 ezer körül mozgott januárban. Nagyon rá tud égni a kezükre, méghozzá azért, mert ezek a migránsok demokrata vezetésű nagyvárosokba mennek el, és az ottani szociális rendszert terheli, és a demokrata szavazóbázisnak a legfontosabb elemei, tehát például a feketék, több nagyvárosban ezt láttuk, például Csikágóban, az ilyen különböző közmeghallgatásokon magukból kikelve verik az asztalt, hogy hogy lehet az, hogy a városnak nincs pénze arra, hogy nekik adjon ilyen-olyan szociális juttatásokat, Hozzáteszem, hogy Amerikában az egészségügyi szociális juttatásnak számít, tehát most én nem feltétlenül pénzügyi segélyekre gondolok, miközben a migránsoknak pedig adnak mondjuk lakhatást. Ugyanakkor azt mondanám, hogy a republikánusoknak is nagyon oda kell figyelniük arra, hogy mit csinálnak, méghozzá azért, mert most volt egy választás, New York állam egyik megüresedett kongresszusi székér, időközi választás, az egész választási kampány. A migrációról szólt, és a centrista demokrata jelölt nyert, nem a republikán. Azért, mert a centrista demokrata jelölt azt mondta, hogy ő kemény migrációs politikát fog folytatni, és igenis ezt és ezt és ezt fogja csinálni. A republikánusoknak arra kell odafigyelniük, hogy nem feltétlenül teltik meg azt következmények nélkül, hogy semmilyen kompromisszumra nem hajlandók a kormányzattal a választásokig, mert hogy most már választási év van, 8 vagy 9 hónap van hátra a választásokig, és nekik politikailag az éri meg, hogy majd ők egyedül megoldják ezt a válságot, amikor hatalomra kerülnek, és most már nem éri meg nekik alkudozniuk a demokratákkal. Tehát ez is vissza tud ütni, tehát ezt óvatosan kell a republikánusoknak is ezzel kezelni, mert ugye most az látszódik, hogy a demokraták részéről van kompromisszumkészség. Azt viszont mondjuk az is igaz, hogy ezt azt a republikánus párt nagyon is jogosan mondhatja erre azt, hogy ez kevés, amit a demokraták ajánlanak.